Több mint 700 hívő egyházi méltóság volt jelen a nagybecskereki kultúrotthonban megtartott találkozón az aradi, békési, csongrádi, temesvári és nagybecskereki református egyházmegyékből. A délelőtti programban Halász Béla, a szerbiai református keresztény egyház püspöke kezdő áhítatot tartott, majd bemutatkoztak az egyházmegyék. A hívők örömmel érkeztek a találkozóra, közülük sokan először jártak a szerbiai Bánátban. Minden ilyen rendezvényen, ami eddig volt az utóbbi 5-6 évben részt vettem, ez egy nagyon megható találkozó, a különböző megyéből összeverődött, főleg a határon túli magyarokkal való találkozás lehetősége az, amit minket vezényel. Nagyon is vártuk ezt, tehát mert most átlagban mindenütt ünnepeltük, nálunk is meg lehet ünnepelve ez az 500 éves reformáció, akkor voltunk maradékon és az egészen, akkor volt a dalárdával énekeltünk, sajnos ide nem tudtunk mind eljönni, és az kimaradott. Na de amikor most végignézek, hogy ennyi nép, hát ennek helyt kellett állni, és nagyon szép volt, valóban nagyon meg vagyok elégedve. Fontos, hogy ezeket a kapcsolatokat ápoljuk, és erre egy ilyen rendezvény mindenképpen abszolút alkalmas, és fontos lenne az, hogy ezen kívül is próbáljuk tartani ezeket a szálakat, és valahogy ezekért a közös célokért, amikért mindannyian küzdünk, ezeket valahogy együttesen elérni. A templomban egy kiállításon láthatta a közönség a bánsági református egyház 5 évszázadát, majd emléktáblát avattak Nyereggyártó János az első nagybecskereki lelkész emlékére. Ekkora egyházmegye számára ez egy óriási rendezvény, hiszen jó, hogyha négyszer ennyien vagyunk az egyházmegyében egyháztagok, 2700-800-as lélekszámmal bíró Kárpát-medencének az egyik legkisebb református egyházmegyéje, és ezért erőnket meghallotta ez a rendezvény, de hát Isten velünk van, és sikerült megszervezni. A debreceni egyházmegye püspöke kinevezése óta az utóbbi 3 évben kíséri figyelemmel a történelmi Békés Bánáti Református Egyházmegye utód egyházmegyének találkozóját. Nagyszerű dolog az a közösségépítés, amit az 5 egyházmegye gyakorol 3 országba szakadva, és vissza nyúlnak a gyökerek az anyaországhoz, de mindenki éli a maga életét, és a maga értékeit hozza be ebbe a közösségbe. Nagyon jó itt lenni. A történelmi Békés Bánáti Református Egyházmegye utód egyházmegyéinek jövő évi találkozóját a Csongrád megyei Szentesen tartják.